becsengettek, elkezdődött a tanítás az iskolákban szeptember 1-én, péntek reggel indult a 2017-18-as tanév. Szakképzési tanévnyitó, 80 milliárd forintot fordíthatnak hátránykompenzációra a következő években, mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Biriben. Ellenőriztek, 3 nap alatt közel 6000 jogsértés dokumentált a rendőrség a Tiszpol Spidel nevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzés során. Elkezdődött a tanítás az iskolákban szeptember 1-én, péntek reggel indult a 2017-18-as tanév. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ebben az évben mintegy 1,1 millió gyermek számára biztosította ingyenesen a tankönyvcsomagot a kormány, több intézményben pedig felújítások is kezdődnek a jövőben. A napkori Jósika Miklós általános iskola is a nyertes pályázók közé tartozik, ott összesen 679 millió forintos beruházás kezdődik, amelyből egy fedett sportpályát is építenek az intézmény mellé. 23 első osztályos kezdte meg az iskolát péntek reggel a Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Vécsei Károly tagintézményében. Így összesen jelenleg 287 a tanulói összlétszám. Az új diákokat leendő tanáraikon túl a második osztályos tanulók is köszöntötték. A tanévnyitón az iskola új igazgatója kiemelte, a nyári időszakban több felújítás is történt az iskolában. Például festettek, padokat és székeket javítottak, valamint elkezdtek egy vagyonvédelmi kamerarendszert is kiépíteni az intézményben és az udvaron. Az iskola folyamatosan pályázik különböző támogatásokra. Az iskolában nagyon sok előremutató fejlődést láthatunk, sok pályázatban veszünk részt, ebben az évben is több pályázat bonyolódik, illetve a napokban adtunk be újabb pályázatokat, ezeknek az eredményét még várjuk, de már most megérkeztek például informatikai eszközök, több mint 90 új laptoppal kezdjük meg az évet, amelyeket az órákon a napközikben használhatnak fel a tanárok a gyerekek fejlesztésére. Az első órán még a tankönyvekkel ismerkedtek a legkisebb diákok. Elsőtől 9. osztályig idén már minden diák ingyen kapta a tankönyvcsomagot. Erre összesen 13 milliárd forintos forrást biztosított az állam. Ez a tanulók 87%-át, mintegy 1,1 millió gyermeket érint. Az első tanítási napon még csak osztályfőnöki órák vártak a gyerekekre. A rendes oktatás szeptember 4-én hétfőn kezdődik majd valamennyi intézményben. Napkoron is megnyitották a 2017-2018-as tanévet. A településen összesen 31 diák kezdte meg tanulmányait a Jósika Miklós általános iskolában. Az intézményben 7 alsós és 6 felsős osztály van jelenleg. Az intézmény igazgatója kiemelte, zökkenőmentesen indítják el az iskolai évet. A Jósika Miklós általános iskolában is történt felújítás a nyár folyamán. Kisebb javításokra és nyilászárul cserékre is lehetőségük volt. Az évnyitó ünnepségen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter bejelentette, jóváhagyták az iskola pályázatát, így az intézmény a következő időszakban tovább fejlődhet, erre több 100 millió forintos segítséget kapnak. Az intézményben megfelelő számú, méretű, korszerűen felszerelt fejlesztőterem, valamint közösségi tér kialakítása és felújítása szükséges. A mindennapos testnevelés infrastruktúrális és eszközellátottsága megfelelő módon biztosítani kell, így szükséges a tornaterem felújítása, a sportpálya bővítése, a jelenlegi tornaterem mérete 12x24, azaz 288 négyzetméter. Na most jön a lényeg. A jelen konstrukció keretében az FOP 41217/2017-es 000088 számon nyilvántartott támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Balogh Zoltán miniszter úr, most figyeljenek az összegre, 679.508.320 forint összegű támogatása érdemesnek ítélte. Ebből az összegből többek között fejlesztő szobákat alakítanak ki, liftet építenek, megszépül az iskolaudvar, és fedett sportpályát is építenek majd egy 150 fős lelátóval. A korszerűsítés mind a 13 osztály tanulói és az intézmény tanárai számára biztosítja majd az oktatás modern feltételeit. Bár a 180 napos tanév pénteken elkezdődött, a diákok számára jó hír azonban, hogy az őszi szünetig csak október 30-áig kell várniuk. Az utolsó tanítási nap ebben a tanévben pedig 2018. június 15-én lesz.
80 milliárd forintot fordíthatnak hátránykompenzációra a következő években. Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta meg a szakképzési tanévet Biriben. A község oktatási intézménye mintapéldája annak, hogy van értelme a hátránykompenzációval foglalkozni az oktatásban, jelentette ki az államtitkár. A 80 milliárdos pályázati keret lehetővé teszi, hogy újabb, biztos kezdett gyerekházak, tanodák és gyerekesélyprogramok valósuljanak meg. Összesen 1200-1300 diák jár Biriben a Dankó Pista Egységes Oktatási Intézménybe, ahová a következő tanévben óvodások, általános iskolások és szakiskolások is beiratkoztak. Az intézmény mintaiskola arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetben lévő térségekben felkarolni a családokat és megmutatni azt, hogy van értelme a hátránykompenzációnak az iskolában. Erről a tanévnyitón Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt. Fontos a Magyarországon fölhívni arra a figyelmet, hogy nem tekinthetjük egyirányú utcának a hátrányos helyzetet, nem mondhatunk le azokról a gyerekekről, akinek mondjuk a szülei szegények, alacsony jövedelműek vagy alacsony iskolai végzettségűek, nem lehet fátum és elrendeltetettség az, hogy valaki hátrányos helyzetben születik, és akkor törvényszerű, hogy ő is hátrányos helyzetű lesz. Az iskola a legfontosabb eszköze annak, hogy a hátrányos helyzet tovább örökítésének ördögi körét megtörjük. 80 milliárd forint fordulhat hátránykompenzációra a következő években. A pályázati keret lehetővé teszi, hogy megduplázzák a biztos kezdett gyerekházak számát itthon, kiszélesítsék az útravaló ösztöndíjprogramot, és ez évtől újabb 271 tanoda is indul. Az uniós finanszírozású programok mellett hazai költségvetésből is juthat hátránykiegyenlítésre. Van számos hazai finanszírozású eszköz is, ilyen például az iskola és óvodai szociális segítés kötelező rendszerek bevezetése szeptembertől, amely a gyermekjóléti rendszer eddigi 10-11 milliárdos támogatását további 5 milliárd forinttal egészíti ki, ilyen az ingyenes tankönyv biztosítása az első 9 év folyamán, és ilyen a már említett gyermekétkeztetés biztosítása, ami 2010-ben még 29 milliárd forint volt, a jövő évi költségvetésben pedig 79 milliárd szerepel. A Biriben működő iskola pedagógiai módszereiben is megújult és felismerte, hogy úgy lehet sikeres az oktatás, ha nem engedik el a családok kezét, hangzott el a tanévnyitón. Itt a tanárok is kedvesebbek, olyanok, mint a második szüleink lennének, törődnek velünk, segítenek mindenbe, amibe kell, és hát szeretünk ide járni. Az iskola alapjait 2004-ben tették le, helyi kezdeményezésre indult el. Nagyon sok olyan gyerekünk van, aki már itt kezdte az óvodát, és most érettségi vizsgát tett sikeresen, sőt Nyíregyházi Egyetemre vagy Debreceni Egyetemre sikeresen felvételizett is. Az intézményben az iskolatípusok átjárhatók vannak, akik innen kerülnek ki a munkaerőpiacra. A következő tanévben a legkisebbek nevelésével is foglalkozhatnak, ugyanis bölcsődével bővülhet az intézmény 2018-ban. 3 nap alatt közel 6000 jogsértés dokumentált a rendőrség a Tiszpol Speed elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzés során. A kiemelt kontrollra augusztus 23-a és 25-e között került sor Magyarország egész területén, így Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is. Újfehértúron is mértek az elmúlt héten a rendőrei. A Tiszpol Speed elnevezésű európai kampány ezúttal a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművek vezetőjének kiszűrésére irányult. A közel 6000 jogsértés során a helyszíneken több mint 1500 járművezetővel szemben szabtak ki bírságot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok alapján a térségben viszonylag kevés az ilyen típusú szabálytalanság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rendőrök az akció ideje alatt összesen 71 sebességtúllépést dokumentáltak, ebből 21 esetben a jármű megállítását követően intézkedtek a rendőrök. A 21 esetből 17 járművezetővel szemben szabtak ki a helyszínen helyszíni, illetőleg közigazgatási bírságot, valamint további 4 esetben indítottak szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást a felelősség rovarása érdekében. Az ellenőrzés kiterjedt többek között az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is. Az akció sikeresnek bizonyult, ezért hamarosan újabb kiemelt kontrollra lehet számítani a térségben, valamint országos szinten egyaránt. A Vidor Fesztivál 7. napján a nagyszínpadi versenyprogramban az Orlai Produkciós Iroda Pesti Barokk című vígjátékát láthatta a közönség. A részletekről hamarosan szólunk, de előtte nézzük a nap további témáit.
Csütörtökön befejeződött a 36. nyírségi torna. A nyíregyházi Continental Arénában egy héten keresztül több mint 100 sakkozó tologatta a bábukat. Az A csoportban a szegedi Csirik András végzett az élen. Két vereséggel a negyedik helyen végzett a Balmazújvárosi König kupán a nyíregyházi KC. Bécsi János együttese szombaton Szász Halombattán vesz részt egy 4 csapatos felkészülési tornán, jövő kedden pedig az algériai válogatottat fogadják a nyíregyházi férfi kézilabdázók. A Vidor Fesztivál 7. napján a nagyszínpadi versenyprogramban az Orlai Produkciós Iroda Pesti Barokk című vígjátékát láthatta a közönség. A darab érdekessége, hogy a színpadi változatot Dés Mihály regényéből Kern András készítette. A színművész egy szerepet játszik is, a Göttinger Pál rendezte komédiában a nagymamát alakítja parádésan. Unokája Szabó Kimmel Tamás. A Pesti Barokk című vígjáték egy 32 éves budapesti fiatalember története a 80-as évek elején játszódik. Diszidáláson gondolkodik abban az időszakban, amikor az országban valójában minden állóvíz. Nagymamájával lakik együtt, és elsősorban miatta nem megy el külföldre. Az ő szórakoztató hétköznapjaikon keresztül látja a néző a 80-as éveket, nevethet az, aki élt benne, és az is, aki csak ismerkedik ezzel a korszakkal. Nagyon jó csapat volt a Pesti Barokkban, mi nagyon nagy élvezettel dolgoztunk. Különösen azért volt örömteli, mert eredetileg ez nem tulajdonképp nem vígjáték, és mégis olyan bizalommal próbáltak együtt a művészek, hogy mégis úgy néz ki, hogy meg tudjuk nevettetni azt, aki nézi. Kern András nagymamaként Lubickola szerepében. A 93 éves asszony maga a megtestesült nosztalgia, valójában mindenki nagymamája. 10 óra, hát ezek szerint. Te már reggel is? Most vacsoráztatsz el. Ne, de mindenből viccet csinálsz. Nem viccelet, tényleg most vacsoráztam. Csinálok neked reggelire egy jó kis mamakám. Most vacsoráztam? Te vacsoráztál, látom. Reggelire csak kell. Ilyen nagy ló, gyere. A művész Dés Mihály regényének színpadra állításában is részt vett, és az ő vágya volt, hogy eljátszhassa ezt a szerepet. Elolvastam ezt a könyvet. Fölhívtam az írót, és mondtam, hogy eljátszanám a nagymamáját benne, írjon belőle egy darabot. Akkor írt, akkor az nem volt elég jó, akkor ezt én is egy kicsit belesegítettem. Szóval többen írtuk, egyszer csak elkészült, egyszer csak a Göttinger Pali megrendezte, egyszer csak itt vagyunk vele. Szabó Kimmel Tamás első alkalommal játszik egy előadásban Kern Andrással, és nagyon szereti a közös munkát, valamint az unoka szerepét. Hihetetlen tudású és jó humorú és jó a környezetébe lenni. Tehát egy olyan színész és egy olyan ember, akivel nagyon szívesen töltök időt, és akivel nagyon szívesen próbáltam, és akitől rengeteget lehet tanulni. Olyan technikai apróságokat előadással előadásra, ami igazán különleges, és úgy megdobja az embert. Úgyhogy én nagyon szeretek vele játszani. A fesztivál versenyprogramjában a nagy érdemű láthatja még a Vörösmarty Színház, a Latinovics Színház és a Rózsavölgyi Szalon előadásait, a koncerteken pedig a Hiperkarma és a Zagár is fellép. A Nyíregyházi Állatpark földünk élővilágát természetközeli kifutókban igyekszik bemutatni, ezért a nagy közönség több helyen láthat társas kifutókat, ahol több állat úgy él együtt, akár a szabad természetben. Az Ausztrália élővilágát bemutató látványosságban a Bennett kenguruknak lettek új társbérlőik. A jövőben tyúkludakkal és fekete hattyúkkal élnek majd együtt. Nyitva a kapu az ausztrál állatbemutató két kifutója között, így a Bennett kenguruk társbérlői, a fekete hattyúk és a tyúkludak lettek, és láthatóan jól kijönnek egymással. A Nyíregyházi Állatpark Bennett kenguru családja idén szép számmal gyarapodott, a 10 fős csapatban 5 nősténynek is született utódja. Nyugat-Ausztrália nemzeti madarai, a fekete hattyúk előszeretettel tartózkodnak a számukra kialakított tó partján és a tóban, míg a tyúkludak, bár a récefélékhez tartoznak,
nem szívesen mennek a vízbe. A nyíregyházi állatparkban több helyen mutatunk be társas kifutókat, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy aki ide látogat, megtekinthesse földünk élővilágát, úgy, ahogy a természetben, láthassa azt a látogató, hogy mely állatok élnek egy élőhelyen belül. Ezért tartottuk jó ötletnek, hogy a Bennett kengurúkat együtt tartsuk a fekete hattyúkkal és a tyúkludakkal, hiszen ezáltal nem csak a területük lett nagyobb, hanem különlegesebbé tettük életüket is, hiszen így ingergazdagabbá váltak mindennapjaik. A nyíregyházi állatpark egy évvel ezelőtt a 20. születésnapja alkalmából mutatta be a nagy közönségnek a megszokott geográfia tematika szerint az ausztrál kifutórendszert, ahol a kontinens emblematikus állatait láthatják a park vendégei. Az állatbemutatóban a Bennett kenguruk, a tyúkludak és a fekete hattyúk mellett a látogatók találkozhatnak még a föld legnagyobb erszényes állatával, a vörös óriás kenguruval. Tudományos neve vörös nagylábút jelent, hiszen valóban tekintélyes hosszú hátsó láb jellemzi. Az óriás kenguru tenyész csapat mellett a világ második legnagyobb futómadarai az emuk élnek. A kifutórendszer népszerű lakói még a vörös bundájú ausztrál vadkutyák. A dingók melletti volierben pedig a legnagyobb jégmadárféle, a kacagó Jancsi látható. Az ausztrál őslakók szókészletéből kölcsönzött hangutánzó szóval kokaburának is nevezett madár jellegzetes gurgulázó kacajáról kapta, mind nemzetközi, mind pedig magyar elnevezését. Csütörtökön befejeződött a 36. nyírségi torna. A nyíregyházi Continental arénában egy héten keresztül több mint 100 sakkozó tologatta a bábukat. Az A csoportban a szegedi Csirik András végzett az élen. A több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna a legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Az elmúlt években számos neves sakkozó ült asztalhoz a viadalon, ezúttal is több mint 100-an tologatták a bábukat az új helyszínnek számító Continental arénában. A svájci rendszerű versenyen rengeteg izgalmas partit játszottak a résztvevők. Óriási hőfokú küzdelmek voltak, meglepetések is voltak, nem egyszer borult a papírforma, és a rengeteg gyerek rengeteg győzelmet ért el, mind a mesteri csoportban, mind a további csoportokban. Én azt hiszem, hogy a küzdőszellemmel, a játszmák színvonalával maximálisan elégedett lehet a megyei sakkszövetség, megérte a versenyt megrendezni, amit szerettünk volna elérni, az teljesült is. Az A csoportban a szegedi Csirik András, a B csoportban a tiszavasvári csapatát erősítő Lengyel László végzett az élen. A C csoport győztese a balkányi Szokolov Albert lett, míg a D csoportban a nyíregyházi Piremonese játékosa Görömbély Bálint szerezte a legtöbb pontot. Két vereséggel a negyedik helyen végzett a Balmazújvárosi König kupán a nyíregyházi KC. Bécsi János együttese szombaton Százhalombattán vesz részt egy 4 csapatos felkészülési tornán, jövő kedden pedig az algériai válogatottat fogadják a nyíregyházi férfi kézilabdázók. A felkészülés ezen szakaszában sorra játsszák az edzőmeccseket a kézilabda csapatok, nincs ezzel másként a nyíregyházi KC sem. Bécsi János együttese a Kisvárda elleni győzelemmel nyitotta a sort, majd Budapesten a Pler ellen egy győzelem és egy vereség volt a mérleg, a Mezőkövesdel pedig döntetlent játszott az NKC. Legutóbb Almazújvárosban az 5. Kőni kupán a hazaiaktól 25-21-re, az algériai válogatottól pedig 30-27-re kaptak ki a bécsi tanítványok. Mi az első mérkőzést a Balmazújvárossal játszottuk, ők a tavaly évben az NB1-be szerepeltek, kiestek, viszont most a céljuk az, hogy vissza is jussanak, tehát egy jó játékosokból álló csapattal találkoztunk, kikaptunk tőlük 4 gólla, de nem volt bennem hiányérzet, illetve annyi volt, hogy egy picivel több technikai hibát vétettünk, mint amennyi megengedett lett volna. Majd a második mérkőzést az algériai válogatottal játszottunk, ott 40-45 percig vezettünk, és a végjátékban ott már többet cseréltem, és a kevesebbet játszó játékosok kaptak lehetőséget, és ott azért megfordította az algériai válogatott a mérkőzést, és megnyerték. Összességében én úgy gondolom, nekünk a felkészülést nagyon jól szolgált ez a torna, hiszen egyrészt egy olyan csapattal találkoztunk, akivel a bajnokság folyamán is fogunk, illetve az algériai csapattal, aki teljesen más játékstílus játszik, mint az európai csapatok. A nyíregyházi KC szombaton Százhalombattán vesz részt egy tornán a házigazda, a Tata és a Lajos Mizse társaságában, jövő kedden pedig az algériai válogatottal játszik Bécsi János együttese. A bajnoki rajton szeptember 16-án az Ózdot fogadja az NKC. Most pedig híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Elkezdődött a tanítás az iskolákban, szeptember 1-én péntek reggel indult a 2017-2018-as tanév. Ebben az évben mintegy 1,1 millió gyermek számára biztosította ingyenesen a tankönyvcsomagot a kormány. Több intézményben pedig felújítások is kezdődnek a jövőben. A napkori Jósika Miklós általános iskola is a nyertes pályázók közé tartozik. Ott összesen 679 millió forintos beruházás kezdődik, amelyből egy fedett sportpályát is építenek az intézmény mellé. 80 milliárd forintot fordíthatnak hátránykompenzációra a következő években. Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta meg a szakképzési tanévet Biriben. A község oktatási intézménye mintapéldája annak, hogy van értelme a hátránykompenzációval foglalkozni az oktatásban, jelentette ki az államtitkár. A 80 milliárdos pályázati keret lehetővé teszi, hogy újabb, biztos kezdett gyerekházak, tanodák és gyerekesélyprogramok valósuljanak meg. Három nap alatt közel 6000 jogsértés dokumentált a rendőrség a Tiszpol Speedel nevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzés során. A kiemelt kontrollra augusztus 23-a és 25-e között került sor Magyarország egész területén, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 1-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik holnapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már változékonyabbra fordul időjárásunk. Nyugat felől lassan mozgó, hullámzó frontrendszer éri el a Kárpát-medencét, amely csapadékot és lehűlést okoz térségünkben. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős lesz az ég, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél nyugatira fordul, átmenetileg megélénkül, akár meg is erősödik, zivatarok környékén viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől egyre több felé kell esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. Eleinte a délnyugati, majd estétől az északira forduló szél élénkül, helyenként erősödik meg. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Előbb meleg, később hidegfronti hatás várható térségünkben. A nap UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A hét utolsó napján csak rövid időre szakadozhat fel a felhőzet. Reggel még több felé, később csak szorványosan várható eső, zápor, esetleg zivatar. Jelentősen lehűl a levegő. A jövő héten változékony időre, gyakran változó felhőzetre számíthatunk. Hosszabb, rövidebb napos periódusokkal, elszórtan esővel, záporral. Hűvös marad az idő, 20 fok körüli legmagasabb hőmérséklettel. Lassú melegedés csak a hét második felében várható.